Feszült a helyzet Lengyelországban, miután a brüsszelpárti új lengyel kormány hatalomra került. Hetek óta forrnak az indulatok, erőszakkal távolították el a vezetőket és újságírókat a köztévéből és a közrádióból, de nem kímélték az ügyészséget és a jegybank vezetését sem, és két ellenzéki politikust is letartóztattak. Az álmokfutás után néhány hete tüntetések kezdődtek Varsóban. Elemzők szerint az agresszív hatalomátvételnek a kelet-közép-európai együttműködése és az unió jövőjére is hatása lesz. Fábián Barna is vendégünk folytatja. Köszönöm szépen a vendégem, dr. Tomás Csekos Grosse, történész, politológus, szociológus, a Varsói Egyetem oktatója, a Matthias Corvinus Kollégium vendégoktatója. Jó estét kívánok, professzor úr! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Mikintről, ahogy a televíziókból, az újságokból tájékozódunk, nem nagyon tudjuk megítélni, hogy valójában mi történik most Lengyelországban. Onnantól kezdve, hogy új kormány van, nevezik politikai káosznak, olyan dolgoknak, amit az alkotmánybíróság elítél, azt mondja, hogy törvénytelen, de ön, mint lengyel, törzsgyökeres, varsói születésű, hogyan látja, mi történik most a hazájában? Valóban az államban káoszt tapasztalunk. Alapvetően a demokrácia keretein belül az normális, hogy időnként a kormány megváltozik, és hogy az ellenzék átveszi a hatalmat. Azonban a demokrácia szabályai a jogállamiságot megélő államban az megköveteli az, hogy a törvényeket betartsák, az alkotmányt betartsák, a baloldali liberális kormánynak joga van átvenni a hatalmat az államban, de a törvényelőírásoknak megfelelően, viszont ők sajnos megtörik ezeket a törvényelőírásokat. Gyakorlatilag az alkotmányosság megszűnt létezni Lengyelországban, már nem kötelező erejű. Tehát ez mind egy hatalmas, gigantikus káoszt vezet be, azért, mert a különféle lengyel intézmények már fellázadnak az ilyen formájú hatalomátvétel ellen, és fellázadnak a lengyelek is, kimennek az utcára, tömeges tüntetések vannak. A legnagyobb probléma az, hogy Brüsszel, amely a jogállamiságra eddig nagyon nagy figyelmet fektetett, nem csak, hogy oldalt állva csöndesen van jelen a folyamatban, hanem még bátorítja is az új miniszterelnököt, ennek a liberális baloldali kormánynak a miniszterelnökét, hogy alapvetően a lengyel alkotmányt törje meg, a jogállamiságot törje meg, és minél gyorsabban kerüljön hatalomra Lengyelországban. Ez azért furcsa, mert ez az Európai Bizottság élén, Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonyon, az előző lengyel kormány szinte naponta, óránként kritizálta a jogállamiság meglétét. Firtatták, hogy hibázik itt, meg itt. Most viszont, amikor szemmel láthatólag egészen más dolog történik Lengyelországban, csendben van, nem csak elnök asszony, az egész bizottság. Kérdésre pedig azt mondta Vera Jourová biztos asszony, aki az fő szószólója volt, de előző lengyel kormány és a mostani magyar kormány elleni felszólalásoknak, hogy egyedi ügyekbe, konkrét ügyekbe nem szólnak bele. Akkor mibe? És ha nem szólnak bele, akkor egy következmények nélküli eseménysor zajlik Lengyelországban? Igen, úgy, ahogy ezt mondtam, a Lengyelországban az alkotmány és a jog, a törvény előírások megszűntek kötelező erőjévé válni, és mindez Brüsszel jóváhagyásával történik, illetve más európai fővárosoknak is, nyugat-európai fővárosoknak a jóváhagyásával történik, például a német politikusok jönnek Lengyelországba, és bátorítanak Donald Tusk kormányát, bátorítják arra, hogy még energikusabban vegye át a hatalmat Lengyelországban, mint ahogy ezt most is csinálja, ugye. Az alapvető probléma a jogállamisággal kapcsolatban az Európai Unióban abból fakad, hogy nagyon instrumentális módon használják ezt föl. Mindenek előtt azért, hogy megpecsételjék, hogy különféle konzervatív kormányokat megbüntessenek ennek címszavával, olyan kormányokat, amelyeknek más a perspektívája, akik mást gondolnak az Európai Unió jövőjéről, akik szeretnének több szabadságot a saját állampolgáraik számára, a saját választóik számára, az Európai Unióban, és akik nem csak bizonyos
Brüsszelben meghozott döntéseket akarnak elfogadni, és azokat akarnak implementálni országaikban. Tehát ezek az a kormányok, amelyek a demokráciát választják alapvetően, őket kritizálják, és jogállamisági problémákkal vádolják őket, és amikor egy pro-európai kormány kerül hatalomra, mint például Tusk kormánya Varsóban, akkor már egy olyan helyzet áll, ami, hogy a brüsszeli vezetés már teljes mértékben jóváhagyja ezt a brutális hatalomátvételi módot, ami biztos, hogy nem jogállami módon történik. Figyelve a legutóbbi tüntetéseket, ahol Varsóban a parlament szem előtt több százezren, egyesek szerint 200 000, minden esetben nagyon sokan tüntettek. Többször elhangzott az a szó, hogy itt most már kérem szépen diktatúra van, skandálják a tüntetők. De felejtsük el, hogy június elején az Európai Unióban európai parlamenti választások lesznek. Ön szerint, ha ez a tüntetés sorozat elhúzódik addig, én nem tudom meddig nyilván, utólag majd könnyebb lenne megmondani, milyen hatása lehet, vagy lehetséges hatása lehet az európai parlamenti választások eredményére a lengyel viszonylatot tekintve? Ami az Nyugat-Európát illeti, mi ezt puszta szemmel is látjuk, hogy növekszik a támogatás a konzervatív csoportok számára, az euroszkeptikus csoportok számára is növekszik a támogatás Nyugat-Európában, és ugyan az összes ilyen frakció, konzervatív frakció valószínűleg az európai parlamenti választások után megerősödnek. Azonban, hogyha a lengyel helyzetet vesszük, az nehéz előrelátni, hogy mi lesz, mert mindenekelőtt azért ugyanis a jobb oldal, a politikusok, az intellektuálisok, a konzervatív mind a médiától eltávolították, tehát korlátozzák az ellenzéknek, a jelenlegi ellenzéknek, a konzervatív ellenzéknek, jobboldali ellenzéknek a hozzáférését ahhoz, hogy bemutassák a saját nézeteiket a különféle viták során, nyilvános viták során, és hogy ez így lesz tovább is, akkor ez természetesen korlátozza a jobboldalt abban, hogy ugyanolyan szinten tudjon indulni a parlamenti, európai parlamenti választásokon. És másrészt viszont az is várható, hogy valamilyen idő elteltével a lengyel választók egyre kevésbé lesznek megelégedve az új kormány, baloldali, liberális kormánynak a kormányzási stílusával, mert hogyha megtörik a törvényi előírásokat, hogyha most az ellenzék politikusai börtönbe vannak vetve, akkor annál inkább ez az sima állampolgárokat, a különféle vállalkozókat is érintheti, és akkor ők is lázadhatnak ez ellen. Professzor Tamás Grzegorz Grosse, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm szépen.